Sziasztok srácok! A mai videó egy kicsit más lesz, mint szokott. Ugyanis ebben az összeállításban 2020. június 27-én utazunk le együtt egy Balaton Express-szel Székesfehérvárról a Balaton partra. Aznap szombaton egy gyönyörű szép nyári időt kaptunk, szikrázó napsütéssel. Körülbelül olyan 25-30 fok lehetett, ami pont kellemes volt az utazáshoz. A jobb felvételek véget egy halbi kocsit választottam az úthoz, ami nagyon jónak bizonyult. Balatonvilágost hagyjuk átunk mögött, és suhanunk tovább Siófok felé. A kis bénázásom ellenére szerintem elég jól átjön az elképesztően fantasztikus balatoni hangulat. Utca szélén parkoló autók, fakó aszfalt, bringások, sárga-fekete labirint korlát, fürdőzők, és persze az üdülőházak sem maradhatnak ki ebből a csodálatos látványból. Miközben itt ábrándozunk és gyönyörködünk, express járatunk befut Siófokra, ahol egy csapat lelkes fürdőző, illetve egy déli parti sebes várakozik a vonatunkra. Hátunk mögött tudhatjuk Siófokot, és folytatjuk utunkat egyre beljebb a déli partra. Szerintem nem kell hozzáfűznem semmit. A látvány magáért beszél. Balaton lelléről gyorsulunk ki, az út egyre fogy, de a hangulat nem hagy a láb. Már egész szellősen vagyunk mi utasok is. Nicsak. Kik be lehet így bele botlani? Kuhár Bence kollégát és párját innen is üdvözlöm egyébként. Na de, egy aranypart express vonatot előzünk, ami utána fog csak indulni.
gyorsan pihenget egy adag szerelvény, illetve mozdony is akad itt azért. Elérkeztünk az egyik leggyönyörűbb szakaszhoz a déli parton. Hideg kiráz. Elképesztő élmény. Ha tehetitek, srácok, nyáron mindenképpen legalább egyszer menjetek le vonattal a Balatonhoz, mert eszméletlen a hangulata. Ez lett volna a közös utunk a 1864-es Balaton Express-szel. Remélem tetszett. Ha így van, azt egy like-kal és kommenttel tudjátok felém jelezni. Ha érdekelnek hasonló videók, nézz szét a csatornán és iratkozz fel. Szóval skacot, itt a vége. Vigyázzatok magatokra és tartsátok be az előírásokat. Parti kiszáll.